Az alkohol, a pornográfia és a futó kalandok David Stein számára a normális életmód részei voltak. Azonban 10 évi házasság után felesége hirtelen elhagyta, és David egy teljesen új szemlélettel találkozott. David Stein zsidónak született, és zsidóként nevelkedett fel, és bár szülei bizonyos ünnepeket megtartottak, mégsem hittek Istenben. Szerettem a történelmünket, az ételeinket, a családomat, de fogalmam sem volt Istenről. Amikor 13 éves lettem, és túlestem a bármicván, számomra ennyi volt. Zsinagógába soha többé nem tettem be a lábamat. David arra is emlékszik, mikor először találkozott a pornográfiával 11 évesen. Hát már korán fogást talált rajtam. Az egyetlen, amire emlékszem, hogy vagány volt. Élveztem, és sohasem gondoltam, hogy a pornográfia rossz dolog. Így évekig néztem. David a középiskolába is magával vitte pornográfia függőségét, és további bűnökkel tetézte az évek során. Mindennél jobban élveztem a bulizást, és nem jártam be az óráimra. Néhány sluk a vízipipából vagy a jointból is elég volt. Elég volt arra, hogy eljuttasson arra a pontra, ahol minden motivációmat elvesztettem. Az életem későbbi részében a drogba menekültem. A középiskola után David egy sportrádiónál kötött ki. Meg is házasodott, de sikeres karrierje és felesége mellett is fenntartotta éjszakai életmódját. Gondolom, az erkölcsi iránytűm szerint nem kellett volna ilyeneket tennem. De az élvhajhászás, a szexuális bűnök, az alkohol, ezek voltak a szenvedélyeim. Nem éreztem, hogy kardélen táncolnék, normálisnak éreztem magamat. Nőzéseivel David lerombolta otthoni életét, a házassága pedig 10 év után hirtelen véget ért. Ez összetört. A tudat, hogy valakit ilyen mélyen megsebeztem, az egyedüllét és az elhagyottság érzése, amellett, hogy ez mind az én hibám volt. Azon az éjszakán, amikor véget ért, egy félig üres gardrób alján feküdtem, és emlékszem, magzatpózban voltam, és azon gondolkodtam, hogy hogyan is jutottam idáig. Azon az éjszakán, amikor már nem süllyedhetett mélyebbre, David elmondása szerint természetfeletti erő járta át a testét. Úgy éreztem, hogy valami felemel a földről, és nem értettem, mi történik. De az ivás és a cigarettázás iránti vágyam eltűnt. Teljesen eltűnt. Élménye után David segítő csoportokat keresett fel, hogy megpróbáljon magán segíteni, de nem látszott elegendőnek. 45 évesen elkezdett Isten felé fordulni. Azt hiszem, 32 éve először mentem zsinagógába, és szörnyen üresnek éreztem. És ezt akartam, hogy a Mindenhatóval legyen egy nagy találkozásom, hogy öleljen meg a bejárati ajtónál, és mondja azt, hogy üdvözlünk itthon, jó, hogy hazajöttél. De rideg volt az egész. Zsinagógabeli tapasztalatait egy tanácsadóval is megosztotta. Akkor ő nem szakemberként, hanem mint keresztény beszélt nekem Jézusról. Elmondta, hogy mit tett Jézus értem, hogy meghalt értem, és a vére el tudja mosni a bűneimet. Mindent, amit tettem. Tudtam, hogy szükségem van a megváltóra. Úgyhogy térdre estem, és elfogadtam Jézust Uramnak és megváltomnak. Ez volt életem legfelszabadítóbb élménye. Éreztem, hogy minden teher lemegy rólam. Az a tudat, hogy Jézus szabadított meg engem abban a gardrób szekrényben, és Jézus emelt fel.
Jézus biztosította számomra, hogy új életem lehessen. Mindez annyira felszabadító volt, mintha láncok lettek volna a kezeimen és a lábaimon, és azok hirtelen leestek volna rólam. Amint elkezdte tanulmányozni a Bibliát, gyülekezetbe járni, és egyre többet tanulni Jézusról, az élete megváltozott. Az egyik legelső vers, ami szólt hozzám, az Efezus 4:29 volt: semmi rohadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Milyen kedves Istentől, hogy olyan embernek adja ezt az igét, aki a beszédével keresi a kenyerét. Isten azt is megmutatta nekem, hogy a nők az ő leányai, az ő teremtései, és nem az én számomra lettek odadobva. Felkészített engem egy másfajta életre, hogy egy új, megváltozott életet tudjak élni. Mára újra házasodott. Feleségével az oltárnál csókolták meg egymást először. Jelenleg egy keresztény rádió műsort vezetnek. Isten adott egy második esélyt, hogy az igazságot szóljam, és elmondjam, hogy milyen életet éltem hosszú ideig. Hogy rontottam el a dolgokat, de íme az igazság Istentől. Jézus megmentő és megváltó a számomra. És most már Úr, szabadító, Krisztus, és Király is. És ahogy ő megmentett engem, megváltotta az életem, bárkinek a szívét meg tudja változtatni.